Itt a gyalogosoknak nincsen elsőbsége, abban az esetben tudnak csak áthaladni, hogyha a járművek vagy elsőbséget adnak nekik, vagy pedig megvárják azt, amíg a járművek elhaladnak. Hiába nincs elsőbségük az úttesten átsétáló gyalogosoknak az autósokkal szemben, több nézőnk szerint mégis rendszeresen feltartják a forgalmat a Szekszárdi Béla Király téren. Az átépített térformája hasonlít egy körforgalomra, a Kressz szerint viszont mégsem az. Ezért az innen a Bezerédi utcába kihajtó, vagyis a Városháza előtt elhaladó autók hiába kanyarodnak enyhejükben, a szabályok szerint egyenesen haladnak tovább a Béla Király tért elhagyva. Mivel nem kereszteződésből jönnek ki, elsőbségük van a gyalogosokkal szemben. Éppen ezért itt nem érvényesek a körforgalmakra alkalmazott szabályok. Hogyha megnézzük a környező utcákat, mindenhol az elsőbségadás kötelező jelzőtábla van kihelyezve az azon az utcakaszon közlekedő járműveknek. Ebben az esetben a jobbkész szabály érvényes ebben a kereszteződésben, tehát annak a járműnek van elsőbsége, aki már bent halad a Béla Király téren. A Szekszárdi Béla Király tér és a Bezerédi utca között tehát érdemes óvatosan közlekedni gyalog.